Szeretném, ha volna Isten és megbüntetne. Kezemre verne, vagy a sarokba térdet letenne. Leíratná velem százszor, szeresd, akik téged szeretnek, hogy ne vedd el jogtalanul az ő szeretetüket. De nincs Isten, csak a sátán. 13. alkalommal rendezte meg a Garai Napok keretében az Én Pannóniám középiskolás Kárpát-medencei vers és prózamondó versenyt a Szekszárdi Garai Gimnázium. A kiírás szerint a jelentkezőknek az első fordulóban egy videófelvételben kellett jelentkezni, és az elődöntőből 32 versenyzőt hívott a zsűri az előválogatót követően a szekszárdi döntőbe. Észrevétlen, szitáló, naphosszú, éhosszú, monoton, koros felvétel. Monoton, ó, csak zuhogna már, vagy villámot szülne, küldene, mert szép zene az is. A zápor, meg a dörgés, hogy érdemes fájva hajulni. Hát 13 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nincs igazán középiskolásoknak szóló vers és prózamondó verseny országos szinten, és milyen jó lenne, hogyha kifejezetten ennek a korosztálynak indítanánk egyet, méghozzá azzal a céllal, hogy egy picit egy szűkebb régiót, Tolna megyét vigyük jobban be a köztudatba, irodalmi téren is, hiszen itt hatalmas költői egyéniségek voltak a mi megyénkben, Szekszárdon is, meg hát gondoljunk Babicsra, Illyésre, de hát a kortárs, illetve most már nem annyira kortárs, Baka Istvánra is gondolhatunk, vagy Lázár Ervinre, Mésző Miklósra, tehát, hogy itt, és a fiatalok pedig, hát a padnak az alkotói szintén itt vannak. Úgyhogy szerettük volna azt, hogyha egy olyan verseny van, amivel egy kicsit népszerűsíteni tudjuk a Tolna megyei irodalmat, és úgy gondoltuk, hogy miután az iskolának vannak testvérkapcsolatai, tágítsuk ezt ki Kárpát-medencei találkozóvá, mert hogy nem is a verseny lett volna itt elsődlegesen a cél, hanem azt, hogy versszerető, versmondók találkozzanak egy napon, mutassák meg egymásnak, mit tudnak, hozzák el a legkedvesebb verseiket, és aztán ez így alakult. És akkor mindig valamivel bővült, évfordulóhoz kapcsolódtunk. Most például az idén ugye Trianon századra emlékezünk, és ezért a versenykiírásban az egyik kikötés az volt, hogy olyan témájú verset vagy prózát hozzanak, ami a trianoni kudarchoz kapcsolódik, vagy traumához kapcsolódik, illetőleg hát Tolna megyei természetesen legyen benne, és a harmadik vers pedig szabadon választott volt. Eleinte ugye ez csak egy helyi verseny volt, amit egy vagy két fordulóban tudtunk megtartani. Aztán az évek során úgy bővítettük, hogy az első forduló, vagy hát az iskolai fordulók után a következő forduló az egy videófelvételes megnyilatkozás volt, amit előzsűrizett a zsűri, és az alapján döntött el, hogy kik lesznek azok, akiket most már a döntőbe meghívunk. Ezen a versenyen minősítéseket lehet szerezni, bronz, ezüst és arany minősítést, illetve az arany minősítések között pedig még díjakat is osztunk, fődíjat, nívódíjat, talentumdíjat, reménységdíjat, és hát most már évek óta van egy úgynevezett közönségdíj is, amire tehát a jelenlévők, versenyzők és kísérőik szavazhattak, hogy szerintük ki volt a legjobb. És ex-oriente Samara de Luxban gördülnek új gen-min szekek felé. Örvendezünk hát, és nem is titok 88 telén. Ne számold, mennyi rímet visszaloptam. Elég is ennyi. Némulok, szegény magyar. Kolti Helga színművész, a Versünnep Fesztivál egyik főszervezője, a zsűri elnökeként arról beszélt, látva ezeket a fiatalokat, biztos abban nincs veszélyben a versmondás jövője Magyarországon. Minden olyan alkalom, ünnep, ahol a vers van a középpontban, ahol a magyar líra van a középpontban, és ez egy nagy hagyományokkal rendelkező, nagyon magas színvonalú esemény, úgyhogy minden összefüggésében vers ünnep. Van egy-két tipikus probléma, én azt gondolom, hogy ezeknek az öme generációs probléma, meg a minket körülvevő multikulturális közeg okozta összefüggések, de nagyon izgalmasak voltak a versválasztások, nagyon sok jó képességű versmondóval találkoztunk, és
hogyha ezek a versmondók a tovább lépés útjára kerülnek, akkor megvannak azok a rendelkezésre álló eszközök, amiknek a segítségével nagyon szépen tökéletesíthetik a képességeiket és a teljesítményüket. Én magam is látom, a versünnep 15 éves múltjából is egyértelműen látszik, hogy igenis van utánpótlás, és nagyon tehetséges, nagyon képességes gyerekek jönnek, akiknek fontos a vers, a versmondása, magyar nyelv, méltó képviselete. Megnyugodni, ha azt jelenti, hogy hátradőlünk a székben, és azt mondjuk, hogy mindent elvégeztünk, akkor azt mondom, hogy semmiképpen. Ha az a megnyugvás, hogy mindent megtettünk, ami tőlünk telt, azt meg kiki döntse el maga. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok. De az látszik, hogy ez a folyamat mindig is gondozást igényel, és akiknek ez szívügye, azoknak oda kell tenni magukat teljesen. A versmondást remélhetőleg nem veszik el, mondja Kolti Helga, lassan hungarikummá válik. Hogyha körbenézünk a nagyvilágon, ez a fajta a művészetnek, az előadó művészetnek, ez az ága, a pódium művészetnek ez a formája, ez tulajdonképpen kihalóban van. És az, hogy ilyen nagy számban van utánpótlás, azért az mindenféleképpen örömmel kell, hogy eltöltsön bennünket. Piros alma terem az almafám, abból sem küldhetnékem nagyapám, pedig az ő faluja is hazám. Másképp lesz ez, tudom. Nem sokára, ha megjövünk mi is akkorára, s együtt megyünk vissza az ő kicsi falujába. Visszaveszünk a kerti almapát, a zöld erdőt, az ős magyar hazát, a fehérhajú szegény nagyapát. A 13. Impannóniám Kárpát-medencei versmondóverseny fődíját Simon Petra Csenge, a budapesti Nemesnay Ágnes gimnázium tanulója nyerte. Nívódias lett Sándor Zsigmond, a szekszárdi Garai János gimnázium tanulója, míg a közönségdíjat Tüdi Márka, a Ceglédi Patkós Irma gimnázium tanulója érdemelte ki.